Sziasztok, Orsi vagyok. A mai desszert grapefruitos panna cotta lesz, szezámmagos morzsával. Úgyhogy első lépésként szépen berakjuk a sütőbe azt a bizonyos morzsát. Én itt már ebben összemértem egy-egy-egy arányban a vajat, a cukrot, lisztet és a szezámmagot. Ezt egy picit össze kell dolgozni, mint hogyha linzertésztát készítenénk. Van benne természetesen egy csipet só is, ami mindig kell mindenbe. És hogyha összemorzsoltuk az egészet, és összeállt a tészta ilyenné, akkor sütőpapíros tepsibe kizuttyantom, és 180 fokos sütőbe bedugom kb. 7-8 percre ezt a mennyiséget. De az a lényeg, hogy szép aranybarna szín kapjon az egész, és már ki is lehet venni. Aztán a következő pedig az, hogy össze kell főznünk a panna cottát, ami gyakorlatilag egy tejszínes, teljes puding vaníliával és cukorral, sóval, és mi most kötőanyagként zselatinlapot fogunk használni. Ezt természetesen ki lehet váltani agar-agarral, vagy pektinnel, bármilyen természetes zselésítőanyaggal, hogyha valaki nem szereti a zselatint, ami ugye állatcsontból készül. Ez volt a tejszín. Megy bele egy pici tej, zsíros tej. Rakunk bele egy csipet sót és a vanília. Mehet bele a cukor is, csak figyeljünk oda, hogy ne égjen le. A cél az, hogy kb. 70-80 fokosra felmelegítsük ezt a mixet. A zselatinnak az a hőfok pont elég lesz, sőt, még egy kicsit talán meleg is, hogy szépen elolvadjon. Minden esetre, hogyha a lappal dolgoztok, bő hideg, nagyon hideg vízbe be kell áztatni, hogy jól megszívja magát, és utána kézzel kicsavarni és a melegbe dobni, hogy elolvadjon az egész. A zselatinunk az megduzzadt, vagyis inkább megázott. A tejszínes teljes keverékünk jó forró, úgyhogy ki is kapcsolom alatta, és belerakom a zselatint kicsavarva. Ha zselatinnal dolgoztok, akkor viszont nagyon figyeljetek az arányokra, mert sosem az a cél, hogy valami önálló életre kelt zselatinos kis szörny édességet kapjunk, ami magától elmászik a pultról nagyjából, hanem hogy segítsen megtartani az egész krémet, desszertet, összeálljon tőle, tehát egy ilyen tök jó tartást adjon az egésznek, de nem sokat. Mit jelent? Ha teljesen elkeveredett és elolvadt benne a zselatin, akkor kiadagolom poharakba. Akkor ezek most mennek be a hűtőbe, legalább 2 órára, és utána tetejére megy egy kis szezámmag, friss, kifilézett grapefruit, és már fogyasztható is. Közben kész lett a szezámmagos ropogós, amit egy villával most felkapargatok, és szobahőmérsékleten hagyom, hogy szépen kihűljön. És akkor már csak a grapefruitot kell kifiléznem. Levágjuk a két végét, és kell hozzá egy éles kés, az a titka az egésznek, és utána szépen elkezdem lefejteni, levágni, minél kevesebb veszteséggel a héját. Ha ez megvan, akkor a két hártya között kell bevárni a késsel, és voilà, kész is. És például, hogyha ezt egy tál fölött csinálja az ember otthon, akkor felfogja a lét, amiközben csorog az ujjai között, és azt még meg is tudja inni. Kidermedtek a panna cották is. Ha megnézitek az állagát, akkor olyasmi, mint egy gyengébb puding. Szépen megpakolom a ropogós szezámmag morzsával, és utána ezeket a gyönyörű grapefruit szeleteket ráteszem, de azért elvágom. Nekem még hiányzik róla egy kis szín, például zöld, úgyhogy kértem egy picit, köszönöm. Ez bazsalikom, amit tökéletesen illik a grapefruithoz. Ennyi. Ez szerintem például nyáron nagyon-nagyon jó kis üdítő édesség a 40 fokban. Ráadásul nem kell bekapcsolni hozzá sütőt, de be kell. Ez a desszert nem csak kívül, hanem belül is nagyon üdítő és friss. Szóval szerintem tavasztól őszig nyugodtan megengedhet magának az ember egy ilyen kis csábítást.
Hát ez nagyon jó. Főleg a bazsalikommal. Oké. Engedélyezem ezt is. Sziasztok!